Az Orrotorony számos Fortnite seasonben szerepelt, és az évek során gyakran megjelent a Tilted Towers különféle sérülésekkel. Többször rombolták le, építették újjá, és újra elpusztították, mint azt meg tudnánk számolni. Az Orrotorony feltűnik a negyedik fejezetben, de egy jégbarlangban van elrejtve, a térkép északi oldalán. Nagy lyukat fogsz észrevenni, egy jéges dombon. Ugorj be a lyukba, és meglátod a tornyot. Bár látod már szebb napokat is. Semmi közepén úgy tűnik, van egy hely, valami különlegesnek. Ez lehet egy rituális helyszín, vagy egy óriási nyílás. Csak egy nagy kőemelvény látható. Néhány láda van szétszórva, de nehéz tudni, mit terveznek ezen a területen. Az emelvény mintája megegyezik a Brutal Bastion körüli címerekkel és kőgömbökkel. Így utalhat arra, hogy milyen civilizáció építette a bástyát és a környező épületeket. Ennek a helynek az állapota azonban mutatja a korát, és már régóta itt lehetett, mintha a Zero Point lenne. Amíg a kiinduló szigeten várakozol, nincs sok látnivaló vagy tennivaló. A legtöbb ember megragadja a lehetőséget, hogy trollkodjon a másikkal, vagy épp gyakorolja a lövést, míg mások kidobják kedvenc emótjukat, vagy táncolnak. Ha azonban áttérsz az új harci buszra, két nagyon klassz részletet fedezhetsz fel. Az első elég nyilvánvaló, a negyedik fejezetben a busz töltése és motorja a felrobbanása látható, ahogy még sosem láttuk. Ha azonban a busz alá tévedsz és ránézel a keretre, amely a busz tartja, észrevehetsz egy IO címert. Ez azt jelenti, hogy a busz az IO készítette? Lehet látni fogjuk ebben a fejezetben az IO ügynökeit? 3 béka szobor van a szigeten, de semmi jele annak, hogy miért vannak itt. Ez például jégbőkész, amelyet a Lonely Labs közelében találtak Kahóban, de vannak kőbékák is. A szobrok közelében van néhány láda, szinte felajánlásként. Ezek a békák nem jelennek meg az előző évadokban, és máshol sincs utalás arra, hogy ez dolog lesz-e az új szezonban. Az epik utalhat egy új szörnyre, vagy egy új skinre, de lehetnek menő béka szobrok is. Slap és Horse-ban találsz egy tetováló boltot. Nagy ügy, igaz? Nos, ha eltöltesz egy kis időt odabent, és végigpásztázol a falakon szétszórt műalkotásokon, remek új alkotásokat fogsz találni, remek új alkotásokat fogsz látni, valamint néhány gördesz kapaklit, amelyeket korábban Black Blinks néven adtak ki. Ragyogó Fortnite műalkotások kincses bányája, némelyik kis keretben, mások falfestményként a falakra festve. Ez a fejezet eddig egy visszahívás az elmúlt évszakokra, és mint korábban tapasztaltuk, a tetoválás minták nem különböznek egymástól. Ez a videó ennyi lett volna, srácok, remélem tudtam nektek újat mutatni, ha igen, akkor nyomj egy lájkot és írd meg kommentbe, hogy tetszett ez a videó, legközelebb találkozunk, én Bali voltam, sziasztok!